Sziasztok! Az Okos Otthon Labor eheti adásában a Friend szenzorokkal és néhány aktorral fogunk foglalkozni. De ki is az a Friend? A Friend egy nem túl régi márka, holott mögötte egy viszonylag régebbi gyártó áll, a Develco Products. A Friend dán márka, azért hozták létre, mert régóta Zigbee termékeket gyártó Develco Products tulajdonképpen inkább OEM gyártó, más okosotthon gyártóknak gyárt termékeket, amiket ők címkézhetnek, viszont saját kiskereskedelmi portfólióval még nem rendelkezett, ezért hozták létre a Friendet, mint márkát. Nagyon szimpatikus termékeik vannak, amik elsősorban arra vannak optimalizálva, hogy minél kevesebbet kelljen velük törődni. A termékeket arra optimalizálták, hogy minél ritkábban kelljen bennük elemet cserélni. De ezt nem úgy oldották meg, hogy nagyon ritkán riportolnak a termékek, ezáltal ugye energiát spórolnak, alvó üzemmódba váltanak, és hogyha ritkán riportolnak, akkor tulajdonképpen természetes, hogy elérhető könnyedén a hosszabb elemidő. Itt nem ez volt a koncepció. Inkább jó nagy elemeket raktak mindenbe. Ha például megnézzünk egy mozgásérzékelőt, ebben két darab AA elem van, amivel igen hosszú üzemidőt lehet elérni. De vannak más termékek, amelyekben a CR123-as elemet választották, ezeknél is igen hosszú üzemidő érhető el. Amit még mindenképp meg kell említeni a Friendről, az az, hogy alapvetően HOMI támogatással rendelkezik, emiatt is fontos nekünk olyannyira, valamint a SmartThings-et is támogatja, tehát hivatalos támogatást élvez mindkét okosotthon központ részéről. Akkor vágjunk bele a különböző termékek bemutatásába. Kezdjük a Heat Alarm-mal, valamint a Smoke Sensorral, mert ezek viszonylag hasonlatos termékek, hasonlatos cél szolgálnak. Mindkettőben CR123-as elem kapott helyet, és azt kell tudni róluk, hogy ugye hangjelzést adnak, amennyiben füstöt, vagy amennyiben tüzet érzékelnek. A tűzérzékelő és a füstérzékelő ugye abban tér el, hogy amíg ez a levegő összetételét elemzi, addig ebben helyet kapott egy pici kis higany kapszula, ami ugye a hő hatására eltűrik, de ez csak tűz esetén törhet el, füstöt nem érzékel. Tehát, hogyha egy ipari konyha vagy egy üzemi konyhába rakjuk be, ahol rendszeres az igazi füst, oda inkább ez való, amíg egy otthoni megoldásra ezt bőven megteszi, de hogyha oda égetjük a rántottát, akkor már ez meg fog szólalni, míg ez nem. Ami még nagyon fontos, hogy mindegyik Friend szenzor, az multiszenzor is, így ezek a szenzorok más célokra is felhasználhatóak, például akár fűtést is automatizálhatunk velük, mert 5 percenként fix 5 perces riportokkal rendelkeznek, ami azt jelenti, hogy viszonylag sűrűn lekövetik a hőmérséklet változást a lakásban, és ennek ellenére a füstérzékelő 3 éves üzemidőt ígér, az 5 perces riportok ellenére, a tűzérzékelő pedig 5 éves üzemidőt. Ezek extrém hosszú üzemidők, itt ugye megmutatkozik a Zigbee-nek a fejlett energia menedzsmentje. Ezek egyébként igen hangosak, kipróbáltuk őket értelemszerűen, mert ugye tesztelni is kell ugye a füstérzékelőket rendszeresen, hogyha megnyomjuk, akkor kiad egy nagyon magas hangot, ami hát nagyon érdekes, de az ember valahol hátul itt a fülek között érzi elsősorban, de 85 decibelles hangnyomás érhető el vele 3 méteres távolságból. Az igen sok, az igen magas, az biztos, hogy meg fogjuk hallani, és természetesen az Okos Otthon központunk is küldhet riasztást a telefonunkra, valamint egyéb automatizmusokat köthetünk hozzá, hogyha éppen tűz vagy éppen füst van a lakásban. Következő termékünk az a vízszivárgás érzékelő, vagy water leak szenzor. Ez is 5 éves üzemidőt ígér, 5 perces riportokkal. Az 5 perces riportoknak pedig itt is az az értelme, hogy van benne egy hőmérséklet szenzor is, ezt tudja riportolni 5 percenként, valamint értelemszerűen azonnal riportol abban a pillanatban, ahogy az elektródáin vizet érzékel, vagy mér. Ennek van még egy kiegészítő terméke, ugye ezt el tudjuk helyezni értelemszerűen ugye azokon a helyeken, kazán alatt, csapok alatt, mosogatógép alatt, hűtő alatt, bárhol, ahol ezeknek a termékeknek helyük van, de van egy olyan kiegészítő hozzájuk,
amivel ezt föl lehet rakni a falra, és magát a vízérzékelő elektródákat levezethetjük a földre, és így tulajdonképpen egy másik fajta installáció is kivitelezhető. Ennek egyébként akkor van létjogosultsága, hogyha a szenzorunkat nagyon mélyre tennénk, és ott esetleg nem lenne jó a vételi jelszintje a terméknek, mert ugye azért tudni kell, hogy az előbb említett meg a következő tárgyalt szenzorok esetén is, ugye az energiafelhasználás optimalizálása cél volt, ebből adódóan a rádióiknak érdemes minél ideálisabb környezetet biztosítani, ergo nem a mosógép alatt elhelyezni, hanem valahol magasabban, ahol jobb a jelszint, valamint ez pedig befér valóban a mosógép alá, nem úgy, mint ez a termék. Jó, erről ennyit. Következő szenzorunk a mozgásérzékelő. Értelemszerűen ugye ez az egyik legfontosabb eleme az okos otthonunknak, hogyha automatizálni szeretnénk világítást vagy egyebeket. Ebből két verzió létezik, van a Motion Sensor Pro, meg van a Motion Sensor. Ezek annyiban különböznek, hogy a Motion Sensor Pro-ban helyet kapott egy fényszenzor, valamint egy hőmérséklet szenzor is, míg a másik az kizárólagosan mozgást érzékel. Előny-hátrány, értelemszerűen ugye a kevesebb szenzort tartalmazó eszköz az hosszabb üzemidővel fog működni nekünk, míg amiben benne van, az egy kicsivel rövidebb, de ne ijedjünk meg, mert ettől függetlenül mindkét eszközre 5 perces riportok esetén 3 éves üzemidőt ígér a gyártó, ez pedig annak köszönhető, hogy két darab AA-s elemet kapott, így viszonylag hosszú ideig működhetnek, hát 3 év azért az beszédes, főleg, hogy 5 perces riportok esetén is. Várhatóan nem kell túl sokat bíbelődnünk az elemcserékkel. Ami még kiemeli ezt a mozgásérzékelőt a mezőnyből, az az, hogy elég kifinomult rögzítési megoldásokkal érkezik, tehát a dobozban már többféle olyan konzol meg ragasztószalag van, amivel a legjobb beállítást el tudjuk érni, vagy a legkönnyebbet. Az egyik megoldás az mágneses, az konkrétan arra való, hogy bizonyos szögben állítsuk be, és falra vagy plafonra rögzítsük a szenzorunkat, de a másik megoldás, ami egy elég egyszerű és az installációt megkönnyítő lehetőség, az az, hogy van hozzá egy kis talpacska, amit hogyha felhasználunk, akkor bútorokra el tudjuk helyezni, és nem mellesleg a termék küllemére is figyeltek a tervezők, mert mondhatni kifinomult dizájnnal rendelkezik. Oké. De, mint nagyon-nagyon fontos elem, nyitásérzékelők is vannak a kínálatban. Ezeknél is fontos volt a hosszú üzemidő. Itt 9 évet ígér a gyártó, két darab AAA elem használata esetén. Az egyetlen hátrány, hogy azért a nyitásérzékelők jellemzően sokkal kisebbek, mint a Friend nyitásérzékelője. Hát a 9 éves üzemidőért meg kell hozni az áldozatokat, ez egy jóval nagyobb szenzor. Viszont ebből is létezik Pro és normál verzió. A Pro verzióban helyet kapott egy temper, azaz szabotázsérzékelő. Tehát az ablakot, ha esetleg betörik, amire a szenzor fel van erősítve. Tehát nyitás tulajdonképpen nem történik, de a nagyobb rázkódás miatt még így is be fog jelezni a szenzorunk. Valamint egy hőmérsékletérzékelő itt is helyet kapott a Pro verzióban. És végül, de nem utolsó sorban vannak még más szenzorok, melyek a levegő minőségével is foglalkoznak. Ez pedig az Air Quality szenzor, amely VOC levelt mér, tehát a levegőben megtalálható szerves részecskéket vizsgálja, amikor a levegő elhasználódott egy lakásban vagy otthonban, vagy valamiféle vegyszerek kerültek a légtérbe, értem ez alatt mondjuk hajlak, vagy bármi más, ami szennyezi a levegőt, és nem jó minőségű lesz az otthonunk levegője tőle, akkor ez a szenzor lesz a barátunk, ő fog nekünk szólni, hogy nyissunk ablakot. Ezen kívül páratartalom és hőmérséklet szenzor is helyet kapott benne. Itt is két darab AA-s elem, ami gondoskodik a hosszú üzemidőről, de még itt is 2 éves üzemidőnk van, annak ellenére, hogy 5 percenként nekünk reportolni fog. Jó, és van egy egyszerűbb megoldás, ami pontosan ugyanilyen házban érkezik, az nem a levegő minőségét méri, hanem ez egy egész egyszerűen csak egy páratartalom és hőmérséklet szenzor. Ez is két darab AA elemmel van megtáblálva, viszont ez 5 éves üzemidőt ígér, ugyanúgy 5 perces riportok esetén. Jó, a szenzorokról ennyit, térjünk át az aktorokra.
összesen kétféle aktor van jelenleg a kínálatban, egy okos konnektor, valamint egy úgynevezett smart cable. Kezdjük az okos konnektorral. Amiben különleges az az, hogy ez egy nagyon pici konnektor. Talán nem tűnik fontosnak, de az, mert ha például összevetjük egy másik okos konnektorral, mondjuk az akvaráival, akkor nagyon sokszor futhatunk be abba, hogyha sorolnánk több konnektort egymás mellé, egyszerűen nem fér be. Vagy túlságosan kilóg, ha ugye bedugtuk a konnektorunkba. Ez egy nagyon pici, ez talán az egyik legkisebb okos konnektor, ami a piacon felelhető, de ennek ellenére 10 amperes maximum áramerősség átvitelére képes, és ami nagyon fontos, riportolja a feszültséget, riportolja az áramerősséget, az aktuális teljesítményt, valamint hosszú távon is méri a teljesítményt, hogy hány kilowattórát fogyasztott az a fogyasztó, ami ebben van dugva. Van rajta az oldalán kapcsoló, amivel az inclusion-t lehet megejteni, valamint kibekapcsolhatjuk manuálisan a konnektorunkat. A másik megoldás, a smart cable, az egy kicsit más koncepció. Arra van kitalálva, hogy például állólámpák vezetékénél ismert kapcsolót kicseréljünk okosra. Tehát egy lengő kábelre szerelhető fel ez a tulajdonképpen aktor, egy kapcsoló. Ugyanazokat a mért értékeket fogja közvetíteni a központunk felé, mint a konnektorunk, viszont ez akár rövid időre 16 ampert is képes átengedni magán, és a kialakítása lehetővé teszi, hogy egyéb más helyeken is installáljuk, nálam például az elektromos kötőszekrényben kapott helyet. Amit még nagyon fontos kiemelni ezekről, hogy mivel hogy routerként funkcionálnak, nem úgy, mint az előbb említett szenzorok, melyek ugye Zigbee End Device-ként funkcionálnak a hálózatban, ezek routerek, ezért ezeknek az érzékenysége is sokkal jobb, hogy minél stabilabb hálózatot tudjunk velük képíteni, mínusz 100 és mínusz 101 dBm érzékenységgel működnek. Mind a Smart Cable, mind pedig a Smart Plug Mini. Itt a videó végén pedig engedjetek meg, hogy megjegyezzek még valamit. Elindítjuk az Okos Otthon Labor YouTube csatornát. A jövőben az Okos Otthon témájú tartalmaink itt fognak megjelenni. Erre is iratkozzatok fel mihamarabb, és ami még nagyon fontos, sokan tudjátok, de talán nem elegen, hogy az Okos Otthon Labor podcast is elindul, itt pedig szórakoztató formában tudunk információt átadni az arra érdeklődőknek. Egy hét múlva találkozunk, sziasztok!